2012. szeptember 14-én 17 óra 30 perctől a szekszárdi Garai János gimnázium dísztermében kerül sor Ékes László Gyalogúton című könyvének bemutatására. László író, újságíró és lapszerkesztő. Lassi könyvét dedikálja. És Istenke értese miatta is. A szekszárdi Gárdonyi Zoltán ünnepet Ékes László író Naszpadi Judit vezényletével a műsorokon Kodály a 121. Jenfi Zsoltán szerepelt. A kórus szívesen jött, én meg örömmel vettem a jelentkezésüket a mai estére, mert így remélem, hogy összeölelkeznek ma itt a mósák. Legalábbis ez a szándékom. A kórus még szerepel a mai estén. A következő szám majd egy novella csokor után Kodály Zoltán, Sik Sándor Teteuma lesz. Utána megint lesz egy kisebb csokor, és azt követi Nozsányi Tamás zongorajátéka, műsorán Liszt Ferenc házdur etűd szerepel. A estet ismét a kórus zárja majd, Charles François Gounod Gallia kantáta, a Messiás jön, szólott éneke a Lemda Zoltán, kórus alapító, lelki pásztor, zongorán kísér majd Nozsányi Tamás zongoraművész. Hogy a búcsúzó világ. Laci a kötetétől beszél. Tükörcserép halmaz, hogyha már mondhatom így. Mára már elfeledett kor, a vidéki falusi embert, annak gondolkodásmódját, értékrendjét, erkölcsét, kultúráját, hagyományait, szépséges nyelvét, humorát, vigan vagy fágyoló szemmel megélt hétköznapjait, ünnepeit, csillantják fel ezek a novellák. Olyat is találtam, kérem szépen, a témák között, hogy a német megszállás alkalmában volt egy értényi ember, aki lefegyverezte az oda menő németeket Dráva-szőből is. Mert nem kapta meg a parancsot, és a hazáját védte. És 27 év múlva találkozott azzal a tábori lelkésszel, aki mikor a pécsi gyűjtőfogházba volt, és két lehetőséget kaptak, hogy vagy kimennek a frontra, és akkor elengedik, ha nincs büntetés, vagy büntetés van, és ő ott hagyta őket, aztán akkor minden kálváriát megjárt, ami útjába esett a falunkba. Tényleg nyalka, szürke galam csókolózik egy fél a könyvből fejlő. Felolvas Németh Judit és Orbán György előadó művészek. Ásom a csendet csendesen, a szívvel is fűtött szobában. Messze járok az emlékeim tártosával. Apámmal, nagyapámmal összerakjuk a nagy szankót, elé fogjuk a megjártatandó, vidám nyerítő, óljukukból vastag párát fújó jó lovakat, és kabátba, sapkába, pokrócba bugyolálva felülünk a deszkára. Földobban 8 patkó, cseng a csengő, csak a csillogó szemünk beszél, repül a szán, de lassít a domb alatt,
mert odaér a csivitelő, piros arcú, orrú, zimankóban is megisszadt gyermekcsapathoz. Ugyanis hideg esőben mosakodott meg március, szüntelen szélben szárítkozott, és néhol még a havas telet is visszacsalogatta. A fölhorgat vágyainkat lelohasztotta, kedvünket is szedte, de az ég csak kikelt reményveteményt nem bántotta. Jobb hiány most az illanó időben egymás mellé rakjuk a gond gondolatokat, hányféle haza él itt egymás mellett? Hányféle a szándék, a meggyőződés? Hányféle az igazság? Az egymásnak esők, feszülők, az egymás ellen ellenséges meggyőződéssel élők közül kié és melyik az igaz, az igaza? Szereplői, alakító hősei, vagy áldozatai vagyunk-e, leszünk-e a 21. századról íródó regénynek? Ismét a kórus következik. Thank you.
Látszik, nagy az érdeklődés a könyv iránt. Kedves László, kérem, hogy nézzük meg a könyved. Hát a borító az egy gyalogutat, egy pincesori gyalogutat ábrázol. Cseh Gábor festménye, akvarell festészet, ezt tettük rá, mert úgy gondoltuk, hogy ez a jó nekünk. És hát ugye a szerző meg a cím. A hátlapján meg Gottwald Károly rólam készült portréja, egy kis főszöveg, hogy én a gyalogúton kerestem a szavakat. A gyalogút ismerője, tudója a történelemnek, őrzi a világot, és elvezet bennünket oda, ahol megfogan a termékeny erdő, mező, megfogan a gondolat, és megszületik a csoda. Na most ezek a csodák bennem szavakat, fogalmakat ébresztettek, érzelmeket keltettek, kinyíltak az én lelkemnek a virágai is, és ezeket rövid kis írásokban, lírai szépségű írásokban fogalmaztam meg, kötöttem csokorba, és hát ezt adom át most az olvasóknak. Úgy érzem, hogy jók lesznek ezek majd lélekápolónak, mert a mai világban nagyon-nagyon nagy szükség van rá, amikor üresednek a lelkek, gazosodnak, azt írtam, gazosodnak a fejek és az erkölcsök. Most, hogyha belenézünk a tartalomjegyzékbe, akkor itt az elején 103 kis prózának a címét látjuk, ezek egyszavas címek, tömörek, rendkívül tömörek. Egyébként használom a lírának minden, szinte minden eszközét, és mivel én akartam novellákat is írni, így Búcsúzó világ címmel beszerkesztettem 20 novellát a kötet második felében, ami egy elmúlt falusi világgal foglalkozik. Itt, hogy mondjam, a Szerenáttól kezdve a gyalogút maga a címadó novella, ami külön kortörténetet is hoz humoros formában, leíró részekkel, anekdotázásokkal és sok mindennel, nevetéssel, könnyekkel, és természetesen felhasználtuk Cseh Gábornak a nagyon szép grafikáit, amiből 11-et tettünk a könyvbe. Kedves László, mikor kerültél kapcsolatba a magyar irodalommal? Hát már gyermekkoromban, vagy amint elkezdtem olvasni. Rengeteget olvastunk mi az egyik szomszédgyerekkel, akit úgy hívnak, hogy dr. Bognár Gyula, ma már orvos lett, meg a Lencse Jóskával, aki egy műbotorasztalos lett, művelt ember, művelt szakember, velük vegyesen olvastuk, egymásnak adtuk a könyvet, mindennapos volt, még este is, mikor a család, meg az ismerősök, barátok dolgoztak, akkor én a kályha mellett, a Sparhárt mellett, VK-ban ülve olvastam. Hát gyakorlatilag, amiután elvégeztem a tanítóképző főiskolát, meg a magyar szakot, akkor kezdtem el újságírással foglalkozni, és 90 előtt jelent meg az első novellám a Szekszárdi Vasárnapban, utána megjelent hamarosan az első kötetem is, aminek az a címe, hogy Kétszem Barack, ez saját kiadásban jelent meg. Utána Békés Sándorral írtunk egy riportkötetet közösen, Kopjafák a Donnál, akkor később a Fesztivál a Szekszárdi Pünkösdök című kötetem jelent meg, Gottwald Károly 200 fotójával, tehát ez közös alkotás. Akkor 3 éve megjelent az Apám kenyere című novellás, anekdotás kötetem, most megjelent a Gyalogúton című kötetem. Közben nem tétlenkedtem, mert a
a Szent János és Pál kápolnáról egy kiadványt szerkesztettem, nagyrészt én írtam, habár nem mindent én írtam alá, a nyilatkozóknak a saját nevét, írtam oda, ami nem baj, mert ők mondták el, legyen az övék, és hasznos célt szolgáltam, és eddig jutottam el. Hogy ezután mi a tervem, jelenleg Koppány mentén érdalokat gyűjtöttem, ezt a 125-öt, azt kottázzák, és ahhoz a megfelelő szöveget akarom összegyűjteni, meg a hagyományokat, mert például a katonanoták már eltűntek azzal, hogy nincsen sorozott katonaság, hanem hivatásos van, és ezen dolgozunk, meg még van néhány kísérletem, adtam anyagot a Tamási kalendáriumba, adtam anyagot a PAD folyóiratba, és nekem egyik szerelmem a református kórus, akik most este itt szerepeltek, őrólók írok a hangversenyeikről, mondjuk nem novellákat, hanem tudósításokat a Reformátusok lapjában. Kedves László, gratulálok a most megjelent kötetedhez. További békés, boldog, alkotó éveket kívánok. Köszönöm szépen, hogy ezt a filmet elkészíthettem. Én meg köszönöm, hogy elkészítetted a filmet, és viszont kívánok minden jót, jó egészséget azoknak is, akik nézik ezt a filmet.